kezdjük már el! Nem? Nos, akkor... Hölgyeim és uraim! Uraim! More Hollywood than Hollywood. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood hírügynökség. Múlt héten egy kicsit beteg voltam. Ezért nem tudtam elmenni moziba, és nem láttam az új filmet, emiatt pedig megkérdeztek titeket, hogy miről hallanátok szívesen egy kis értekezést. Úgyhogy beszéljünk most a modern kor empátiájáról. Bölcsész! Bölcsész! Hogyan érzünk együtt Facebookon keresztül? Rendesen utána jártam a témának, és úgy néz ki, hogy kettő végeredményre jutottak az e témával foglalkozó tanulmányok. Az egyik csoport szerint minden katasztrofális! És ebben van valami. Mióta megcselekedhetjük a napi betevő jóságunkat egy szomorkás poszt megosztásával, tapasztalhatóan és mérhetően kevesebb a konkrét empatikus tett és viselkedés a mindennapjainkban. Ennek a malacnak a szörnyű téli hideget egy szál atlétában kellett átvészelnie. Egy megosztás, egy jó kívánság. Egy komment, egy ölelés. Egy like, egy fasz se ér! Ezeknek a felszínesen empatikus tetteknek pont az eredménye nincs meg, csak a hatása az agyunkra, és ez egy kifejezetten rizikós trend manapság. Viszont a másik marék tanulmány szerint minden teljesen rendben van. És ebben is van valami. Hála a szocmédia platformoknak, sokkal több embert, helyzetet és krízist ismerhetünk meg a világban. Így pedig több lehetőségünk van arra, hogy megértsük a világ gondjait, és esetleg segítsünk is rajta, mint valaha. Ha akarunk, utána járhatunk az amerikai hajléktalanok mindennapjainak, csak azáltal, hogy bekövetjük a NatGeo-t Instagramon. Igen, azon a platformon, ahol amúgy csak ronda ételek és szép lányok félig lefotózott arcélei vannak. Ennyi. Egy gomnyomás és két karalábis ébredés között még láthatunk is valamit a világ árnyoldaláról. Ez egy felfoghatatlanul sosem látott lehetőség az univerzális empátiánk fejlesztésére. Szóval szerintem az igazság valahol a két véglet között lehet. Ha bármennyi időt teszel félre a mindennapjaidból, hogy magadon kívül valami másra is foglalkozz, akkor az remek, akárhogy is teszed. De érdemes azért nem leragadni a legegyszerűbb megoldásoknál. Együtt érezni másokkal, majd ismertet is gyűjteni a helyzetükről, végül talán esetleg segíteni is rajtuk, remek élmény. Minden jó érzésünk mellett egyszerűen tartalmassá teszi az ember életét. Akartok egy példát? Jó, oké. Legközelebb, hogyha kirostáljátok a ruhatáratokat, vigyétek el egy hajléktalan szállóra a megunt cuccokat. Egy busz útnyira van távolabb a szemetestől, és rengeteg emberen tudtok egy picit segíteni. Akartok egy másik példát? Rendben! Úgy néz ki, hogy 1700-an akarjátok azt a másik példát, oké? Okay. Nézzük akkor az életre valókat. A történet egy valós eseményeken alapuló kaland, mely szerint Philip... Bocsánat, francia emberek, ez ennyit elég tőlem. Philip egy mozgássérült milliárdos, aki új ápolót keres. Driss az utca gyermeke, aki a munkanélküli segélykéreme miatt adja csak be a jelentkezést, de Philip meglátja benne a jót és fel. A közös életük során azonban nem csak Driss tér jobb útra Philip segítségével. Philip is rengeteget tanul Driss-től, megtapasztalja, hogyan érződik az, amikor valaki nem kezeli kevesebb emberként mozgássérültsége miatt, és hogy hogyan tudja igazán élvezni az életet minden hátráltató tényezőjével együtt. Egy nagyon kedves, egyszerű kis film, aminek nagyon jó humora van, és ami még fontosabb, remek üzenetet közvetít. És akkor most szeretnék mindenkit átirányítani oda, ahol gyülekeznek a viharfelhők. De addig is! Másszunk bele! Szóval a film egyik legnagyobb eredménye, hogy képes poénkodni a mozgássérültséggel, ami egy baromi rizikós dolog. Ebben a PC Master Race világban mindenki képes megsértődni mindenen, hogy merészeltél engem Schwabnak hívni, én nyilvánvalóan félbesenyő vagyok. Fontos emlékeznünk rá, hogy a rettetes egyenjogúság közepette ne essünk át a túloldalra és ne veszítsük el a mondani valónk teljes súlyát. Attól, hogy valaki mozgássérült, nem kell úgy bánni vele, mint egy porcelánbabával. Úgy kell bánni vele, mint egy emberrel, aki mozgássérült. És ez egyértelműnek tűnhet, de atya ég nem az! Nem tudom elmondani, hányszor láttam azt, hogy hozhatok esetleg valamit inni? Tud inni? Bécs, a lábam lebénul, de a kedvedért felrúglak vele! Ezt a hullabéna attitűdöt és az azt megoldó viselkedést tökéletesen mintázza a film. Kedves egyszerűséggel mutatja be azt a nagyon fontos folyamatot, hogyan változtatja meg az ember életét, ha teljes értékűnek érezheti magát. Akár annak ellenére, hogy mozgássérült, akár annak ellenére, hogy szegregált kisebbség. Mert igen, Driss oldala is ugyanilyen fontos. A bizalom és a befogadás, amivel találkozik, ismét csak transformatív erejű, és ez is egy fontos tanulság a modern Európa számára. Driss sorsa számkivetetként indul, ott is ragadt, és a rendszer közönye mellett a bizalom adja meg neki az igazi löketet, hogy kihasználja elnyomott kvalitásait. Ismét csak végre! Fog ön esetleg lopni?
Úgy néz ki, mint aki lopni akar! Zoli, légy szíves, ülj visszapadba, jó? Befejezem az órát. Szóval a második tétel szerint tökéletesen párosított mondani való, nekem nagyon tetszik is, az egész teljesen rendben van. Az egyetlen kérdésem csak az, hogy miért erről beszélünk. Megértem, hogy ez a film nagyon sokaknak nagyon tetszik, nagyon vicces, nagyon kedves, nagyon jó hangulatú. De egy élőszereplős Disney film. Ami miatt én személy szerint nem tudok megőrülni érte, az leginkább az, hogy végtelenül biztonságos történet. Akármikor kanyarodnánk rá a tényleg érzékeny és nehéz területeire a feldolgozott kérdésköröknek, a film egyszerűen csak behúzza a Dodge autó kézifékét és kifarul a helyzetből egy poénnal. Ankös kár, ankös aranyos, nincs is itt semmi baj. De őszintén meg tudom érteni. Nem foglalkozhatott a film részletesebben Driss hátterével, vagy az azt kialakító tényezőkkel, mert akkor az amúgy kellemes hangvétel valami komolyabb váltotta volna fel. Uram, bosá! És amúgy a film műfaját tekintve ez egy teljesen elfogadható filmkészítési attitűd. A baj csak az, hogy hordoz magában bizonyos veszélyeket. Az egyik ilyen veszély a súlytalanság, mely miatt a film kétharmadánál már nincs is igazán konfliktus a filmben. Mindenki ott van, ahol lennie kell, minden rendben van, öröm, boldogság. És mit csinál itt a film? Belenéz a sötétségbe esetleg? Nem. Ahogy mondtam, nem teheti meg. Inkább kreál egy teljesen random új konfliktust. El kell menned. Nem tologathatsz egy mozgássérült embert egész életedben. De! Ez egy tök jó meló, ami rendesen fizet, ki tudom segíteni a családomat, úgyhogy igazából... De tökre simán itt tudok maradni, ja? Akkor visszajössz? Ja, már itt is vagyok! Tök kedves, tök érzelmes, csak érezhetően szükségszülte. Ha ugyanis ez nincs, akkor a film vagy rövid film, vagy ott toporog, hogy szembe kell néznie a feldolgozott tematikák súlyosabb részleteivel. És hogy honnan tudom, hogy lett volna mit bemutatni még? Más filmek bemutatták. Ha valakit konkrétan érdekel a hirtelen jött bénulás hatása egy ember és a környezete életére, javaslom a Mindenség elméletét. Az a film kifilézi a lelkedet. Ha valakit részletesebben érdekel az a modern társadalmi berendezkedés, ami szisztematikusan lehetetlenné teszi a szegényebb rétegek felemelkedését, vagy a példátlan kiszipolyozásból való kitörését, nézze meg a Straight Outta Compton-t. Ja. És mielőtt mindenki vért hány, ezek csak a rég múlt példái Hollywoodból. Ezeken túl is rengeteg dokumentumfilmet és más játékfilmet találhat az ember, amik még mélyebbre mennek. Az életre valók nem megy mélyre. És baj-e ez? Nem! Ez egy tök jó film, humoros, kedves, és az üzenete a helyén van. De vigyázni is kell vele, mert ahogy azt a videó elején mondtam, ez a film is csak az empátia felső rétegeit üti át. Egy biztonságos élményt nyújt, amin keresztül jól érezhetjük magunkat, anélkül, hogy mélyebbre látnánk a témában. Ezért ja, az életre valókat abszolút tudom ajánlani, mint egy hosszú út első lépését. Értékeink. Hát srácok, az a helyzet, hogy én nagyon tudom, hogy nem ezt vártátok, és már írjátok a kommentet, jöhet az a komment, de ez van. Minden esetre én abszolút tudnám javasolni ezt a filmet megnézni. Remek szórakozás, kedves, aranyos, vicces, viszont valaki olyas valakit vigyél magaddal, aki még nem ismeri ezeket a témákat. Neki ugyanis nagyon jó tanulság lesz, és ezeken túl érdemes tovább menni ezekben a témákban, többet tanulni a részletekről. Fogyasztása pedig egy kis almás pitét javasolnék. Nem úgy! Ennyit a mai filmünkről, de voltak híreink is a héten. Egyrészt mi történik a birodalomban, nos AFK téren bejártuk az észak-vietnámi hegyvidéket, és most jön az a rész, amiben a véráldozat van. Jop, jó hallottad. Ez egy kalandos kis részecske lesz. Game Day téren pedig az XCOM-mal kezdtem el játszani, és aztán nem hagytam abba, hosszú-hosszú esteket nyomtam végig, kicsit támos vagyok, vagy holnap jön ki az új rész belőle, vagy csütörtökön, attól függően, hogy hogyan halok meg. 4 milliószor, és Imi is hazajött a külföldi útjáról, úgyhogy ő is visszaszáll a ringbe. De ennyi volt a hírügynökség, én Szirmai Gergely voltam, jövő héten újra találkozunk.